Idén is több ezer látogatót várnak a miskolci farsangra, ahol idén nem csak enni, hanem sütni is lehet a farsangi fánkot. Ma reggel Csehi András kollégánk is tesz egy kísérletet a sütésre, és talán azt is elárulja, hogy mi a titka a friss, ropogós, avagy nyúlós farsangi fánknak. Andrés, parancsolj! Jó reggelt kívánok, hát tényleg nincs jobb a miskolci farsangi fánknál, és tetszik látni, hogy milyen elasztikus, és egy finom medgyem van, vagy medgylekvár van rajta. Aki süti, József, jó reggelt, és hogyha lehet, mert elég magas az operatőrünk, akkor be tud nézni, hogy hogy sülnek ezek a kis fánkok. Józsi, áruld el, légy szíves, hogy mi a titka a miskolci farsangi fánknak? Megfelelő szitált liszt, jófajta dagasztás, vajjal, jó minőségű vajjal jól átdolgozva, és egy picike kis rum, hogy egy kis aromát is adjon a tésztájának. Tehát a rumot is bele kell tenni. És ez a nagyon finom lekvár? Házi megylekvár. Amit szintén te készítettél, ugye? Én nagyon finom, megkóstolom, de... Na, mindegy. És akkor kell hozzá inni levendula teát. És közben elcsipek egy úriember. Elnézést kérek. Képviselő úr, Csehi András. Köszönöm, hogy bajjel vagyok. Nagyon fontos, hogy ez a tradíció már nem tudom hány éve megy. Hosszú évek óta. Viszont ami a legfontosabb, hogy ilyenkor nem csak koncertek vannak, hanem különböző más programok is. Igen, hát sétáljunk oda. Minden alkalommal színes és gazdag programokkal szolgálunk az érdeklődők számára. Ez ebben az évben is így van. És mindig valami újdonsággal előrukkolunk. Szabad mondjam, Miskolc városának van egy Salkaházi Sáron nevezetű nyugdíjas programja, és mi a nyugdíjasainkra is különös figyelmet fordítunk. Tehát ebben az évben újdonságként és először a nyugdíjasoknak a színvadteraszon, amely most nem színvadterasz lesz, hanem átkeresztőjük is elnevezzük Salkaházi teraszá. Minden egyes délután gazdag programokkal és meglepetésekkel várjuk a nyugdíjasokat, és természetesen, mint ahogy itt látok, és én az illatot éreztem, ő meg is kóstolt egyébként a fánkot. Minden délután több mint 600 fánkot fogunk kiosztani, kedveskedünk a nyugdíjasainknak, illetőleg forró tájával is szolgálunk. Nagyon szuper, de hát nyilván, hogy a nyugdíjasok mellett a fiatalokat is várják, és velünk van Hámori Eszter is, a rendezvény sajtófőnöke. Eszter, milyen programok lesznek most már? Azért látszik, hogy nyiladoznak itt a bódék, bár még az előkészületek zajlanak, hogy mire számíthatnak, akik ide látogatnak. Hát itt délután már hatalmas farsangi forgatag lesz. Délután 3:30-kor indul a farsangi felvonulás. Itt végig, itt ezen a Széchenyi utcán, amit most láttok, hogy még csak a bódék épülnek. És innentől kezdve 3 napon keresztül a jelmezverseny, fánkverseny, melegitalverseny, és a gasztronómia minden ága és területe képviselteti magát, és végül, de nem utolsó sorban, 2 színpadon folyamatosan koncertek, ami a kicsiktől az idősebbekig mindenki talál majd olyan fellépőt és előadót, aki majd tetszik neki. Most aki így hirtelen eszembe jut, mert több mint 40 fellépő lesz, Vastag Csaba, Pál Dénes, a Hooligans, Charlie, Paddy Andrec, most akik így hirtelen eszembe jutottak, Takács Tamás bluesband. És azt gondolom, hogy mindenki, aki már volt itt, tudja, hogy ilyenkor milyen hangulat van, úgyhogy a hideg ellenére érdemes idejönni és élvezni akár hajnalig a mulatozást. Ezt akartam kérdezni, képviselő úr, hogy nézte az időjárás jelentést, hogy milyen időre számíthatnak most így a hétvégén? Igen, én reggel hallgattam több adón is, televízióban, rádióban is tájékozottam. És imádkozott is? Igen, mert szeretném, hogyha az időjárás nem rontaná el a hangulatot és a kedvet, de úgy néz ki, hogy ma még egy picit esős lesz az idő, de az elkövetkező napokban úgy néz ki, hogy nem fog esni az eső, tehát kellemes lesz az időjárás, úgyhogy én a városvezetés nevében is nagy szeretettel és tisztettel hívok mindenkit, én biztos vagyok abban, hogy mindenki jól fogja magát érezni, mert mint ahogy az Eszter mondta, nagyon színesek lesznek a programok, úgyhogy hajrá, mindenkinek kellemes szórakozást kívánok. Köszönjük szépen, és mindenféleképpen próbálják ki a miskolci farsangi fánkot.